Közel 100 éve Maróti Kálmán tervei alapján készült a mai Józsa András Múzeum épülete. Eredetileg pénzügyi palota volt, a II. Világháború után pedig a megyei szakigazgatási szerveknek adott helyet, később az MSZMP székházaként működött. A 153 éve alapított Józsa András Múzeum 1974-ben nyitotta meg kapuit ezen a helyszínen. Az elavult épület korszerűsítésére a nyíregyházi önkormányzat nyert közel 3 milliárd forintos forrást, jelentette be január közepén Úrik Attila alpolgármester. Ugye egy 2,8 milliárdos felújítás kezdődik majd a múzeumban el, és nyilván a fontosságát több okból is figyelembe vehetjük. Az egyik az, hogy ez az utolsó épülete a kulturális negyednek, amely még nem újult meg, egyben a legnagyobb is, ugye több ezer négyzetméteres területről van szó, egy olyan kulturális intézményből, amely a legrégebbi itt Nyíregyházán, és az épület már igencsak elhasználódott, tehát modernizálni kell, és erre szerzett az önkormányzat forrás és támogatás, és most megy per pillanat a tervezése az épületnek. Nyár közepére már az utolsó installációkat is leszerelték a Józsa András Múzeumban. Felcímkézett dobozok, lefóliázott festmények, bútorok várnak szállításra. Ez volt az intézmény könyvtára, innen 40 ezer kötetet pakoltak ki az elmúlt hónapokban. A szakembereknek emellett több mint 1 millió műtárgy biztonságos elhelyezéséről kell gondoskodniuk nyár végéig. Ezeknek garantálni kell az épségét, az állagát. Most ebben a stádiumban vagyunk, és ha nyár végére megleszünk, akkor a kivitelező utána felvonulhat, és elkezdődhet ez a nagy beruházás, ami legalább 2 évig fog tartani, és utána pedig egy megújult köntösbe, és hát várjuk majd a vendégeket, mert 7 új állandó kiállítással kezdenénk a múzeumnak a megnyitását. A múzeum korábbi állandó kiállításai közül van, ami most is látogatható. Igaz, nem Nyíregyházán. Vándoroltatunk néhány kiállítást, mégpedig van a Bencz úr kiállításunk, amelyik most éppen Salgótarjában, utána Hódmezővásárhelyre, majd Kecskemétre megy. Ezen kívül a Józsa emlékszoba az Nagykálóban található, de hát ilyen nagy óriási festményeket, amiket nem szeretnénk mondjuk raktáraba tenni, például az egyik a magyar huszárság története, azt a Nyíregyházi Egyetemen tudtuk elhelyezni. A Józsa András Múzeum idén február 1-én zárta be kapuit hosszú időre. Az épületet nyár végén adják át a kivitelezőnek. Az intézmény komplex fejlesztése a tervek szerint 2 évig tart majd. Leghamarabb 2024-ben fejeződhetnek be a munkálatok.